Milliárdok fognak elköltődni, miképpen eddig is milliárdok költöttek el, és hatalmas beruházások, beszerzések fognak megvalósulni. Én úgy látom, hogy igaza van azoknak a képviselőtársamnak, akik azt mondják, hogy ezt talán le kellene ülnünk még egy kicsit egy csöndes sarokba, és közösen átbeszélni ezeket a dolgokat. Vannak ebben a törvényben valóban pozitív jelek, a kurtábra fogása ezeknek az előírásoknak és más dolgok. Ugyanakkor egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal, akik azt mondják, hogy talán mégse kellene elkapkodni. Talán mégse kellene presztízs szempontot csinálni abból, hogy hogyan fogunk majd közpénzeket elkölteni, ezen keresztül pedig beruházásokat megvalósítani. Puding próbálja megevés persze, és ki fog derülni az elfogadás utáni alkalmazásnál, hogy ez hogy sikerül. Tehát, mint mondtam, én a magam részéről inkább az ajánlatkérő oldalról közelíteni. Én úgy gondolom, hogy a korábbi jogi szabályozás, és úgy gondolom, hogy egy kicsit ez a szabályozás is inkább az ajánlattevői oldalt hangsúlyozza. Egy kicsit azoknak az érdekeit képviseli. Hát mik is az ajánlatkérő érdekek? A ajánlatkérői részt, ha megnézzük, hogy kik szerepelhetnek, nyilvánvalóan én elsődlegesen az önkormányzatokra gondolok, hisz nagy részt ők a részesei ennek a piacnak, ők a részesei ennek a közbeszerzési törvény alkalmazásának. Az önkormányzatok általában kicsit szorított helyzetben vannak. Ők rendkívül sok kötelességgel rendelkeznek. Ugye nyilvánosan működnek. A költségvetésüket, ha elfogadják, ugye a honlapukon közzéteszik, a különböző beruházási programokat, terveket, projekteket, kezdettől fogva a vállalkozói kör kísérni tudja. Aki ebből a piacból akar megélni, annak egyébként alkalma van végig kísérni területrendezési tervek módosítását, pályázatbenyújtási dolgokat, beruházási programok elfogadását, döntést magáról a beruházásról, és ehhez képest tartom én egy kicsit túlzottnak a határidő részét ennek a jogszabálytervezetnek. Tegyük azt hozzá, hogy a korábbit is annak tartottam. Tehát én úgy gondolom, hogy az a transzparencia, ami megkövetelt általában a működése során egy önkormányzattól, egy ajánlattévőtől, az azt is igényelhetné, hogy a közbeszerzési eljárások során, és különösen a megismételt közbeszerzési eljárások során egy kicsit feszesebb határidőket szabjunk azoktól, akik részt kívánnak venni ebbe a folyamatba az ajánlattevői oldalról. Aki a piacnak tekinti a közbeszerzési piacot, az kísérje figyelemmel az azon résztvevők egyébként figyelemmel kísérhető tevékenységét. Tehát én a magam részéről az eljárási, a nyilatkozattételi határidőket ugyan 45 napot, mint a további ajánlattételi minimum határidőt egy kicsit szűkebbre venném, és inkább megkövetelném a nagyobb figyelmet az ajánlattevői oldalokon. Aztán mondanám azt, hogy az ajánlattevő kiszolgáltatottságának a csökkentését is szeretném, hogyha tükrözni ez a jogszabály. Én úgy látom, hogy azok a források, amiket nagyrészt elköltenek ezek az ajánlattevők és nagyrészt a önkormányzatok, nagyrészt pályázati forrásokból állnak össze. A pályázat eleve kötöttségeket tartalmaz az elköltése során az önkormányzatok felé. Határidőket szab meg. Más olyan dolgokat tesz kötelezővé nekik, amik esetleg nem férnek bele az itteni szabályrendszerbe, vagy kicsúsznak belőle. Hát nem egyszer fordult azt elő, hogy eredménytelen közbeszerzési eljárások után egyszerűen túllépte az önkormányzat a rendelkezésre álló határidőt, amit a forrás megszerzésekor a pályázatban vállalt, és elvesztette azokat a forrásokat, amelyek a rendelkezésére álltak. Ez is indokolná már csak a pályázati források hasznos, hatékony felhasználása, hogy egy kicsit az ajánlattevő oldalt is megszorongassuk ebben a tekintetben. Képviselőtársaim már szóltak a központosított eljárásról az 1000 fős községek alatt. Én magam Vas megyéből jöttem, és ott általában az a jellemző, hogy kis települések vannak, viszonylag apró lélekszámmal. Tehát ez a fajta eljárás nagyrészt Vas és Zala megyét fogja érinteni. Jobbikos képviselőtársammal teljesen egyetértek abban, hogy ez bizony adódhat úgy, hogy majd az alsóbrendű szabályozás bizony nem biztos, hogy figyelembe veszi ezeknek a településeknek az érdekeit. Általános szabály is megfigyelhető sajnos, hogy Budapesten viszonylag kevesen ismerik az őrségi vagy zalai életviszonyokat, és nem biztos, hogy arra megfelelő szabályozási rendszert alkotnak. Én óvatosabb lennék ezzel a központosított közbeszerzési eljárással. A kizáró okokra, illetve
melyek azok az eljárások, amiket kivennénk ezekből az eljárásokból. Most talán meg fognak lepődni, egyetértek az előterjesztéssel, hogy bővítik ezeket a köröket. Valóban nem akarok vitatkozni képviselőtársaim, egy ingatlan megvásárlás, ami esetleg speciális önkormányzati célokat elégít ki, vagy egy meglevő ingatlan bővítése során kinézett ingatlan elég visszás helyzeteket támaszthat az, amikor közbeszerzési eljárással próbáljuk lefolytatni ezeket a dolgokat. Én itt helyén valónak tartom ennek a kivételkörnek a bővítését. Azonban el kell, hogy mondjam önöknek, hogy az eljárások hosszabbításában, illetve a korrupció megjelenésében én találok okot ebben az előterjesztésben. Ez pedig a jogorvoslati eljárás tekintetében találtam meg. Valamikor, talán tetszenek emlékezni, az volt a szabályozás, hogy a közbeszerzési eljárás követően, az eredményhirdetést követően a sérelmes ajánlattevő, akinek sérelmes volt a döntés, jogorvoslattal élhetett, és amennyiben X időn belül a döntőbizottság nem tiltotta meg a szerződéskötést, ez a szerződés megköthető volt, és a jogvita mehetett a maga útján. Mostanában ez fordítottan történik, és én azt mondom, hogy ez bizony nem szolgálja az eljárások gyors és hatékony befejezését. Azt írják elő, hogy akkor lehet szerződést kötni, hogyha a döntőbizottság ezt kifejezetten megengedi. Én a magam részéről ezt is vitatnám, mert a korábbi szabályozás a döntőbizottságot egy bizonyos fürgeségre serkentette, volt neki 8 napja, hogy megvalósítsa, illetve meghozza ezt a döntését, ha ezt elmulasztotta, lelke rajta, ment tovább a gazdasága maga útján. Most más a helyzet. És nem is csak az a baj, hogy más a helyzet, hanem teljesen más helyzetbe kerül a korábbiakhoz képest a nyertes ajánlattevő. Egy rendkívül kényelmes helyzetet terem neki ez a szabályozás, ugyanis azt mondja a törvény, az előterjesztés, hogy ebben az esetben, ha elhúzódik a jogorvoslati eljárás, és befejeződik, és a befejezése az ajánlati kötöttséget követően áll be, akkor ő szabadon nyilatkozhat arról, hogy fenntartja az ajánlatát, vagy nem tartja fenn az ajánlatát. Nos, ezt a pontot látom megint olyannak, amikor mondjuk egy önkormányzat kiszolgáltatott helyzetbe kerül a nyertes ajánlattevőtől. Mert dönthet mondjuk, hogy nem fogadja el az ajánlatot, új eljárást ír ki, és az változatlan határidők mellett kicsúszik mondjuk a pályázati határidőbe, és elbukik mondjuk néhány 100 millió forintot, vagy pedig leülnek egy kicsit könyörögni, meg megédesíteni a sorsát a nyertes ajánlattevőnek, és nyilvánvalóan ő nyert helyzetből fogja diktálni a feltételeit. Én úgy gondolom, hogy e tekintetben az a szabályozás lenne a prompt, és az lenne a hatékony, ami korábban volt, hogy a döntőbizottság záros határidőn belül döntsön a szerződéskötési lehetőségtől, és hogyha ezt elmulasztotta, ne terhelje már az ajánlattevőt ez a fajta kötöttség. Nagy valószínűséggel dolgok tekintetében módosító indítvánnyal fogunk majd élni a tisztelt ház felé, és arra kérem, hogy ezeket vegyék is figyelembe. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Kovács Péter képviselő úr következik a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársaim. Először is hadd kezdjem én is azzal, amivel Fejér Andor képviselőtársam kezdte, hogy megköszönjem az előterjesztőnek, hogy egy igen jól előkészített közbeszerzési törvény került ide a házba. Egy olyan, ami nem toldozgatás-foldozgatás, hanem egy teljesen újat írtak. Ráadásul én legalábbis gyanítom, hogy olyanok írták ezt az új közbeszerzési törvényt, akik a gyakorlati életben tapasztalták az előző jó néhány közbeszerzési törvénynek a problémáit, anomáliáit, mert nagyon jól sikerült, hagy mondjam ezt a véleményemet. A 16. kerületből jövök én, ahol polgármester is vagyok 5 éve már, és a mi közbeszerzési mérlegünk az 0/2/146, ami azt jelenti, hogy 146 eljárást írt ki a 16. kerületi önkormányzat, ebből 2 volt olyan, amit egyáltalán meg is támadtak, és ebből 1 sem volt olyan, ahol a közbeszerzési eljárást megtámadó az a közbeszerzési döntőbizottság igazat adott volna neki, tehát ő nyert volna. Így nyugodtan mondhatom azt, hogy nálunk fölgyűlt némi közbeszerzési tapasztalat, és ebből a tapasztalatból is mondhatom azt, hogy igen jól előkészített ez a törvény, és hogy ténylegesen
apróbb csiszolások mellett szerintem tökéletesen alkalmas arra, hogy egy hosszú távon fönnmaradó jó törvény legyen. Miért is van ez? Azért, mert egyrészt szerintem, és ezt talán az előző hozzászólásomban is említettem, én legnagyobb erényének azt tartom, hogy mivel az Európai Uniónak vagyunk tagja, így az Európai Uniós értékhatár fölötti beszerzéseknél egy nagyon pontos szabályozást ad, de az alatt a nemzeti hatáskörben meg a magyaroké a pálya, hogy így egyszerűen fogalmazzak, tehát innentől kezdve mindenki, főleg önkormányzatok, ahogy Ipkovics képviselő úr is mondta, akik a leginkább a pályázatkérők vagy ajánlatkérők a közbeszerzésben, ők el tudják dönteni, hogy milyen szabályok alapján, hogyan tudják a közbeszerzést lefolytatni. Én biztos vagyok abban, hogy az önkormányzatok meg fogják találni azokat a lehetőségeket, hogy a helyi vállalkozókat előnyben tudják majd részesíteni, és így a magyarországi források magyar vállalkozóknál lesznek majd elköltve. Úgyhogy én ezt egyértelműen előnyének tekintem ennek a törvénynek. Azzal együtt is, hogy természetesen ez veszélyeket is hordoz magában, hisz nem biztos, hogy mindenki kellően felkészült, minden ajánlatkérő arra, hogy külön szabályzatot hozzon létre, de a törvény erre is gondolt, hisz nekik lehetőségük van arra, hogy egyébként az Európai Uniós érték határt elérő szabályokat alkalmazzák automatikusan, tehát az ő kezük sincsen elengedve, hanem fogja a törvényjavaslat készítője a kezüket, és nekik iránymutatást ad, de aki úgy gondolja, hogy saját maga is kellően alkalmas arra, hogy saját jogszabályt alkosson arra, hogy hogyan szeretné a közpénzeket elkölteni, akkor ezt megteheti, ez mondom szerintem nagyon nagy előny. Szintén előnye a törvényjavaslatnak az, hogy gyorsítja az eljárásokat, és az eddigi nagyon hosszú vagy türelmetlen önkormányzatok számára is ad lehetőséget arra, hogy egy rövid eljárás módban megtegyék, elköltsék a közpénzeket, méghozzá úgy, hogy ez átlátható legyen. Szintén nagyon jó része a törvénynek az, hogy az offshore cégek, illetve a bizonytalan hátterű cégeknek a kizárása megtörténik a közbeszerzésből. Ez szerintem egy társadalmi alku kérdése. Ugye, aki Magyarországon adózik, az költse el Magyarország vagyonának, vagy rendelkezés álló forrásait, és nem máshol adózza le azt, amit egyébként hasznot itt megtermelt. Ez szerintem teljesen rendben van. Ugyanúgy el tudom azt mondani, hogy Göndör képviselő úr, bár most nincsen itt, és majd akkor lehet, hogy a részletes vitában, hogyha lesz neki módosítója, ja ott van, fönt ül, csak innen nem láttam az emelvénytől, elnézést kérek, akkor mondom, tehát Göndör képviselő úr felvetette azt a problémát, hogy a rendelkezésre álló összeg nyilvánosságra hozatala a ajánlatok bontása előtt, ez nem jelenti-e azt, hogy ezután már tudja mindenki, hogy mennyire kell majd a következő ajánlatot beadnia, de ez valóban így van. De ha a tapasztalatot nézzük, több volt, sokkal-sokkal több volt én megítélésem szerint az a fajta visszaélés az ajánlatkérők részéről, hogy mivel nem tudta senki, hogy mennyi a rendelkezés álló forrás, a neki nem tetsző vállalkozóra, aki egyébként belefért volna a költségvetési keretbe, egyszerűen azt mondta, hogy hát nincs ennyi pénzünk, és kiírtuk újra, és olyan szabályokat írt ki az új eljárásba, hogy a neki nem tetsző egyébként olcsó, mondjuk, tegyük föl magyar vállalkozó, ne indulhasson már ezen a pályázaton. Amikor még az üzleti életben dolgoztam, mi, mint az a cég, ahol én dolgoztam, mi elszenvedő alanyai voltunk ilyenfajta eljárásnak. Igaz, hogy ott nem arra hivatkoztak, hogy nincs elég pénz, hanem más egyéb okok miatt írták ki újra a pályázatot. De ez az ajánlat kérőt is köti, ugye, mert hogyha az ajánlatot adók tudják, hogy mennyi volt a forrás, ami rendelkezésre állt, akkor nagy valószínűséggel, és ez alatt vannak az ajánlatok, akkor nagy valószínűséggel eredményes lesz a közbeszerzési eljárás. Tehát nem kell új eljárást kiírni, amihol már veszélyt jelenthet esetleg az, hogy tudják, hogy mennyi a rendelkezésre álló forrás. De nem csak ezt fogják tudni Göndör képviselő úr, ajánlattevők, hanem azt is, hogy ki milyen árat adott korábban. Tehát van egy másik korlát, hogyha ez alacsonyabb, mint a rendelkezésre álló forrás, akkor nyilván megpróbálják majd erre a szintre belőni azt az árat, amit adnak, úgyhogy én nem látom akkora gondnak ezt. Sokkal inkább nagyobb problémát old meg ez a szabályozás, mint amekkora problémákat fölvet. A LMP-nek a javaslatai közül én nagyon sokat nem értek, és kérem, hogy segítsenek ebből, hogy világosítsák meg számomra. Én azt látom, hogy igazából gyakorlati közbeszerzési tapasztalat hiány vannak. Tehát azt mondják el nekem, legyenek kedvesek, hogyha erre van mód, ha nem most, mert nincs itt az a képviselő úr, aki ezt mondta, akkor a részletes vitánál, hogy
Miért jobb az az ajánlatkérő vagy az ajánlattevő szempontjából, ha tudjuk azt, hogy mondjuk létrejön egy nagy adatbázis, hogy ki mennyiért adott milyen ajánlatokat, mondjuk tudjuk azt, hogy a Gipsz Jakab Kft. Két évvel ezelőtt a útszegét mennyiért rakta. Ez miért jó nekünk? Ez miért jó az ajánlatkérőnek, miért jó az ajánlattevőnek? Én nem látom, hogy ennek mi az értelme. Ugyanígy ugye felvetették azt, hogy az egyszemélyes döntéshozók, mondjuk egy önkormányzatnál a polgármester, például nálunk a 16. kerületben a szabályzat úgy működik, hogy bizonyos érték határig a képviselőtestület, aztán az alatt a közbeszerzési bizottság, és a legalacsonyabb összegeknél a polgármester egy személyben dönt a beszerzéseknél. Nem értem, hogy mi ez a rotációs elv, hogy akkor fél évente az alpolgármesternek kellene majd döntést hozni a polgármester helyett, vagy kinek, a portásnak. Tehát egyszerűen nem értem ezt a javaslatot, de nyilván én képességeimben vannak problémák, úgyhogy kérem majd ebbe legyenek segítségemre, hogy ténylegesen megértsem, hogy ez pontosan miért is jó arra, hogyha. Mert én értem, hogy mindenki lát minden számot, de ebből még nem következik az, hogy legközelebb azt a számot kell mondjuk ajánlatként beadni, hisz útépítés a 16. kerületben rengeteg van. Nálunk tapasztaljuk azt, hogy évről évre az aszfaltára emelkedik, és így az árak akár egyik évről másikra, vagy egyik hónapról másikra is változnak, mert hogy a nyersanyagnak az ára, ami ugye leginkább a útépítéshez szükséges, az változik. Tehát, hogyha tudjuk, hogy egy hónappal ezelőtt mondjuk Piripocs külsőn a 16. kerületben munkát végző cég mennyiért adta be az ajánlatát, az egyáltalán nem jelenti azt, hogyha itt mondjuk 10%-kal magasabb árat adott, hogy akkor itt aztán korrupció van. Itt nagy valószínűséggel a nyersanyag árakban leledzik majd a probléma, tehát mondom, ebben legyenek nekem segítségemre. Összefoglalva annyit tudnék mondani erről a törvénytervezetről, hogy mondom, látom, hogy gyakorlati szakemberek készítették ezt a javaslatot. Egy-két apró csiszolással én is beadtam már néhány módosító javaslatot, és lehetséges, hogy még fogok beadni a mai nap során, de alapvetően elfogadható és nagyon jóra sikerült. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, képviselő úr. Rendes felszólalásra Lenhardt Balázs képviselő úrnak, jegyző úrnak adok lehetőséget a Jobbik képviselő csoportjából. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt ház! A jelen törvényjavaslatban ugye az előterjesztő Fónagy János is hangsúlyozta, hogy egy keretjogszabályt alkottak meg, amit majd a különböző rendeletekkel, egyéb ezt szabályozó törvények igyekeznek feltölteni. Én azt kell, hogy mondjam, hogy azon túl, hogy így viszont nem látjuk át a gyakorlatban, hogy is fog működni egy-egy intézkedés szabályozás, ennek a hátrányai már most meglátszódnak. Tehát rögtön utalnék a 24. paragrafusban rendezett összeférhetetlenség problémájára. Ez egy állatorvosi lóként mutatja, hogy ilyen fajta szabályozás nem oldja meg azt a problémát, ami felmerülhet. Az indoklásban is hangsúlyozzák, hogy ez egy keretszabály, ami fölváltja az eddigi részletekbe menő szabályozást, hogy kik zárjanak ki összeférhetetlenség miatt az eljárásból. De ez a szabály teljesen rossz. Tehát azt írja itt a második paragrafusban, és itt most röviden összefoglalom a lényeget, hogy összeférhetetlen az a személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására gazdasági vagy más érdek miatt nem képes. Hát ez mi? Tehát ezek alapján ki fogja majd akkor eldönteni, hogy akkor összeférhetetlen volt, vagy nem volt összeférhetetlen. Tehát ez egy olyan rossz gumiszabály, ami semmire nem alkalmas. A bírósági gyakorlat nem fogja tudni pótolni azt a jogalkotói hiányosságot, amit önök itt törvénybe akarnak fektetni. A hármas paragrafus itt írja, hogy ajánlattevőként és a többi alvállalkozóként nem vehet részt, és összeférhetetlen, aki a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Tehát ugyanez, gyakorlatilag ezzel semmit nem mondtak, egy nesze semmi fog meg jól, egy nagy általánosság, és akkor tapsoljunk, hogy milyen kiváló az új szabályozás. Hát ennél jobb volt a korábbi törvény vonatkozó rendelkezése, ahol részletszabályokat állított föl. Ez így nem oldja meg az összeférhetetlenség kérdését, és hiába hivatkoznak rá később vissza, vagy az indoklásba is, hogy akkor majd bizonyítani lehet annak az adott ajánlattevőnek, hogy akkor ő most ténylegesen megfelelte az Európai Uniós Bíróság gyakorlata szerint, ez teljesen alkalmatlan. Megyek tovább. A kizáró okokat az 56. paragrafus rendezi, és itt
Az A pontba, egyes bekezdés A pontba, eszkömmel helyesen szerepeltetik, hogy végelszámolás alatt áll, csődeljárás, felszámolási eljárás, stb. Ez így nagyon rendben van. Csak a Jobbiknak a programjában is szerepelt, és egy nagyon fontos alapvető követelése, hogy ezt még sokkal szigorúbban kellene ennél is venni. Tehát a család alapon elkövetett csődök, az a magyar gazdaságnak egy nagyon fontos problémája, ami az egész körbetartozásokat is meghatározza. Tehát itt egy olyan drákói szabályozásra lenne szükség, ami gátat szabna annak, és elejét venne ennek a folyamatnak, hogy egyes cégvezetők szándékosan, teljesen tudatosan adócsalás és más gazdasági visszaélés miatt úgy alapítanak cégeket és szüntetnek meg, hogy gyakorlatilag egy-két hét különbséggel. Tehát itt is bele kellene venni, és igazából nyilván ezt a csődjogba kellene szerepeltetni, de azért is hoztam föl, mert jó példa mutatja, hogy ebben az esetben is, aki mondjuk egy korábbi céget törvénytelenül vett részt ebbe az eljárásba, visszaéléseket követett el, majd az a cég ugye megszűnt, felszámolják, végelszámolják, és utána alapít egy teljesen új céget, és akkor úgy csinál, mintha az ő előélete teljesen tiszta lenne, és a törvény sem zárja ki az új cégben való részvételből. Tehát meg kellene vizsgálni, hogy a csőd és a felszámolás bekövetkeztében történt-e olyan vétkes közreműködés ezen személyek részéről, ami esetleg kizárhatja a jövőre nézve is a közbeszerzésektől is, vagy akár a társaság alapításától is, aki így tönkretesz egy céget. Az I pontban van egy olyan rendelkezés, hogy aki korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban nem teljesítette az alvállalkozó felé a követelését. Hát teljesen jogosan merül föl a kérdés, hogy miért pont 2010. szeptember 15-e ez a dátum. Aki 2009-ben vagy 2008-ban nem teljesített, annak most már amnestiát adunk, és az nyugodtan garázdálkodhat, gátlást tanul tovább. Teljesen esetleges és irreális, hogy önök most itt 2010. szeptember 15-re egy évvel az új törvénynek a kitűzött hatályba lépése előtt meghúzzák ezt, és akkor gyakorlatilag előtte bármit lehetett tenni, nem fizették meg, ugye ismerjük pontosan, hogy hány ilyen eset volt, ahol az alvállalkozókat nem fizették ki, és szerencsétlen emberek kétségbeesésükből ugye felbontották mondjuk az utat, és megpróbáltak a jogos követelésükhöz jutni, és önök ezt most nem veszik figyelembe, és azt írják, hogy 2 éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem fizették ezt ki. Ezzel önmagában nincs baj, csak hát ismerjük jól, hogy a bíróságok leterheltsége és ítélkezési gyakorlata miatt olyan súlyos késedelmek vannak, ami sokszor több évre elhúzza, és nem születik meg ez az ítélet 2 éven belül, pláne nem jogerős. Tehát ez egy irreális kikötés, maga az elképzelés jó lett volna, de nem ilyen feltételek között megfogalmazva. Ezért ezt újra kellene gondolni. A 71. pont, ugye itt az ajánlatok értékeléséről beszél, értékelési szempontok. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye hogy egész közbeszerzési eljárás tiszta legyen, ne merüljön föl a korrupció, a mutizás gyanúja, ezért olyan egyenlő esélyeket és feltételeket kell teremteni, hogy mindenki ugyanúgy tudjon indulni. Hát persze ez csak egy eszményi állapot, pontosan látjuk, hogy az elmúlt 21 év nem erről szólt, és ezért szokta a Jobbik bírálni az egész politikai elitet, mert a mutyikban az önök által irányított és vezetett cégek ugyanúgy részt vesznek, mint a szocialisták cégei részt vettek, néha közösen csinálják ezeket, és a mostani törvény rendelkezése alapján se látható, hogy ennek hogy meg tudnák ezt előzni, és hogy máshogy működne a jövőben ez a fajta gyakorlat. Mert itt a preambulumban szépen felsorolja, hogy az ajánlatkérőknek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani valamennyi gazdasági szereplő számára. De aki itt Magyarországon él, ismeri a valóságot, az tökéletesen tisztában van vele, hogy nincs ilyen. A legtöbb közbeszerzés az valamiféle mutyinak a lebonyolítása,
ahol előre lehet pontosan tudni, hogy ki fogja megnyerni azt a közbeszerzést, és milyen feltételekkel. És aki szerencsétlen módon még megpróbál elindulni, attól legfeljebb az adatokat áthárommoltatják annak, aki ugye ki van szemelve erre a győzelemre. Az itt önök által a 71.-72. paragrafusban megfogalmazott értékelési szempontok egyébként olyan bonyolultak, ami a közember számára nehezen teszi érthetővé, de igazából az a baj, hogy gyakorlatban se lesz ettől működő. A rendelkezés nem teszi azt kötelezővé, hogy a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó nyerje meg, és amit mondjuk csak egy kis egyéb feltételekkel lehessen módosítani. Tehát a különböző részszempontokkal olyan kényelmesen el fognak tudni játszani ezek után is az önkormányzatok, hogy bőségesen ki fogják hozni azt a céget győztesnek, akit ők kiszemeltek, még akkor is, hogyha esetleg egy másik cégük több milliárd forinttal kedvezőbb, egy másik cég a piacról több milliárd forinttal kedvezőbb ajánlatot nyújtana be. Ugye nem is olyan rég került nyilvánosságra, hogy milyen érdekes módon a Fidesz holdudarához köthető közgép hogy nyert 20 milliárddal drágább ajánlattal, amit Orbán Viktor személyesen adott kormányrendeletbe engedélyt a kisújszállás Szajó közötti vasút felújítására. Hát sajnos látjuk. Tehát ezek a dolgok mennek. Önök utána elmagyarázták, hogy hát ezek a műszaki paraméterek azok ott nagyon nem mindegy, és hogy óriási különbség van, csak ugye nehéz ezeket azért minden esetben elhinni önöknek is. Úgyhogy sajnos ez a mutyizás félő, hogy folytatódni fog. És ezt támasztja alá a 74-es paragrafus, amikor az ajánlat érvénytelenségéről beszél, amely alapján a D.1-es bekezdés D.1 alapján az ajánlattevő vagy részvétel jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, akkor kizárható. Ugye az elmúlt évtizedekben pontosan ezt láttuk, hogy aki véletlenül elindult és beadott egy jó ajánlatot, de ugye nem ő volt a kiválasztott, akkor azt kizárták mindenféle érvénytelenségi és alkalmatlansági okokra hivatkozva. Itt megint egy olyan gumi paragrafus van, amit önök majd előszeretettel fognak használni, és ki fogják zárni azokat, aki nem tartozik a haveri körbe, és nem fog tudni nyerni ezeken a pályázatokon. Szintén rendkívül aggályos, hogy a meghívásos kontra nyílt eljárás és a többi eljárások körében nem rendezik taxatív módon, hogy milyen esetekben lehet helye meghívásos eljárásnak. A meghívásos eljárások ugye arról szólnak, hogy még esélyese legyen a piacról mondjuk valakinek elindulnia, és még ajánlatot sem benyújtania, mert előre az ajánlatkérő elhatározza, hogy kit hív meg arra az adott pályázatra. Tehát ez olyan versenytorzító tényező, ami csak egész különleges esetekben szabadna megengedni. Ehelyett a törvény semmiféle feltételhez nem köti, hanem gyakorlatilag az ajánlatkérő szuverén egyéni döntésétől teszi függővé, hogy akkor ő most nyílt, meghívásos vagy egyéb módon akarja ezt az egész pályázatot lebonyolítani. Ez teljességgel elfogadhatatlan, és szükség lenne itt a részletekbe menő felsorolásra. És akkor rátérnék utolsó pontra, itt a maga a szerződés teljesítésénél a 131-es paragrafusban szereplő intézkedésekre. Meg kell mondjam, hogy ez alapvetően jó, tehát ne csak a bírálat hangozzon el. Itt a 131-1-es bekezdésnél az előleget teszi lehetővé, ami a korábbi törvényben így nem szerepelt, és erre valóban szükség van. Itt önmagában az jelent csak némi aggályt, hogy itt 10 millió forintra hoz köti, amit az indoklás szerint azért van szükség, hogy valóban a mikro és kisvállalkozások juthassanak ahhoz a kezdőtőkéhez, amivel egy ilyen beruházást el tudnak indítani. A indoklásban az is szerepel, hogy természetesen akár máshogy is megállapodhatnak egy adott céggel, hogy ne 10 millió forint legyen, de mivel itt kiköti a törvény, hogy legfeljebb 10 millió forint, ez ilyen szempontból aggályos, tehát újra kellene gondolni, hogy akkor ne kösse ilyen módon gúzsba a szerződő feleket.
És akkor nézzük meg a legjelentősebb problémáját az egész közbeszerzésnek, amit a Megyeri Híd építésénél és rengeteg autópálya beruházásánál láttunk, hogy a szerencsétlen alvállalkozók, akik elvégzik ezeket a munkákat, és kiszolgáltatottak a fővállalkozónak,